Újabb stratégiai fontosságú települést foglalhattak el az orosz erők Donyeckben. Orosz közlés szerint legalábbis átvették az ellenőrzést Szoledár város egész területe felett, amelyet most a Wagner orosz zsoldos csoport egységei felügyelnek, ugyanakkor a központban még harcok folynak. Közben váratlanul Harkivba utazott a német külügyminiszter, akit ukrán kollégája fogadott. Dmitro Kuleba bízik abban, hogy országa még több katonai segítséget kap Németországtól. Már napok óta heves harcok folynak Szoledár városában. A Reuters felvételein tüzérségi járművek és fegyveres katonák láthatók. A Wagner orosz zsoldos csoport vezetője kedden azt állította, egységeik már átvették az ellenőrzést az egykor 10 000 lakosú Donyecki település felett. Az ukránokat beszorították a városközpontba, ahol jelenleg utcai harcok folynak. Az ukrán védelmi miniszterhelyettes azt állította, hogy az ukrán haderő még tartja magát. Elemzők szerint Szoledár elfoglalásával az orosz erők hamarabb bekeríthetik Bahmut városát, amelyet már hónapok óta ostromolnak. Az egykor 70 000-es település fontos stratégiai útvonal Kijev számára, elfoglalásával az oroszok könnyen elvághatják az ukrán csapatokat az utánpótlástól. Eközben keddeste orosz rakéták csapódtak egy tűzijátékgyárba a kelet-ukrajnai Harkiv városában. A helyi hatóságok szerint a támadásban senki sem sérült meg. Az újabb orosz légicsapás alig néhány órával Annalena Baerbock német külügyminiszter váratlan látogatása után történt. A német diplomácia vezetője ukrán kollégájával is találkozott. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy országa még több katonai segítséget kaphat Németországtól. Az ukrán elnök szerint külföldi katonai támogatással sikerülhet legyőzni Oroszországot. A szabad világ képes megállítani az orosz agressziót és történelmi vereséget mérni a terrorista államra. És ez nem csak nekünk, hanem a globális demokráciának is fontos. Most, hogy Oroszország erőt gyűjt az újabb támadáshoz, még fontosabbá vált ez a kérdés, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij kedd éjszakai videóüzenetében. Ezzel párhuzamosan a Pentagon szóvivője bejelentette, az amerikai Oklahoma állam egyik támaszpontján kapnak kiképzést ukrán katonák a Patriot légelhárító rendszerek kezeléséhez. A kiképzés azonban csak néhány hónapig fog tartani, hogy a katonák minél hamarabb visszatérhessenek a frontra. Eközben Oroszország, Törökország és Ukrajna emberi jogi megbízottjai háromoldalú találkozót tartanak Ankarában. A megbeszélés egyik témája a fogolycsere, illetve a humanitárius folyosók létrehozása a harcok sújtotta térségekben. Ankara egyik legfőbb célja, hogy Oroszország és Ukrajna minél hamarabb kössön tűzszünetet egymással.